Hát ez egy elég nehéz verseny, de ettől nagyon sok könnyebbséget nem lehetett várni, mert ez világbajnokság. Hát ugye több mint 1000 lövő a világ minden tájáról eljött, ez nem lehet egy ilyen sörkupa, meg vadásztársasági házi verseny, ez egy nagyon magas színvonalú. Én életem legjobbját most meglőtem, kezdőkoromban nem lőtem ilyen keveset, lőtem 12-25-ből, aztán majdnem kevesebbet is, 13-at, a legjobban 19. Tehát ez bőven mutatja a pályának a színvonalát. Olyan korongok vannak, hogy sehol nem lát az ember ilyen korongot, de hát örülünk neki, hogy van, meg örülünk neki, hogy nem fázunk. Mert ugye borzasztó ez a meleg, de nem csak engem, az öregeket, a fiatalokat is nagyon megviseli. Na most Magyarországon 89-ben volt először Agárdon egy korongvadász verseny, az osztrákok jöttek be Neusiedlből, Stummer Emerikék, Sommerheimből, az öreg Hektől csináltak pályát. És akkor Szabó Zoli szólt, hogy gyere el, mert ez lesz az első Agárdon volt. Elmentem, első rotte volt, 12 korongot találtam el, életemben először lőtem ilyet, 5 féle korongra lőtünk. A standard korongra, a midire, a superminire, mint a VK-s dió akkora, batikorongra, ami lapjával ment és befordul, vagy nem, meg guruló nyúra. Eltaláltam 12-t, tehát így indult ez az egész, aztán utána, hát úgy föltornázza az ember magát, 16-szor nyertem felnőtt magyar bajnokságot benne. Nagyon-nagyon nagyot fejlődött a magyar lősport. Hát itt van ugye több világbajnokunk van, Európa bajnokunk van, hál' Istennek. Nagyon sok fiatal, jó tehetség van ebbe, hál' Istennek. Az egy csodálatos dolog, mikor nekem többször eljátszották a himnuszt. Mert sírva fakad. Így.